Mint a képeken is látszik, már megérett a bontásra a nyíregyházi városi stadion. A több mint 60 éves létesítményben rengeteg futballmeccset játszottak, és számtalan emlék köti a pályához a futballistákat és a szurkolókat. A fanatikusok egy pici részt megőrizhetnek a stadionból, mivel csütörtökön a keleti lelátóról és a nagy tribünről leszerelt székeket, valamint kapufa, illetve hálódarabokat vihettek haza emlékbe. Már átadtuk a területet. Igazából a városra közösen kitaláltuk, hogy ezt a programot meg kéne szervezni, mivel méltó búcsú lenne ez a stadion számára, és hát szerencsére nagyon sokat eljöttek, és bízunk abban, hogy mindenki egy darabot a szívébe zárt, illetve fizikailag is el tudott vinni. A szurkolók találkozhattak Spadi játékosokkal és edzőkkel is. Természetesen ott volt a stadionban Szatke Zoltán is, aki 407 bajnoki meccset játszott a Spadiban, ezzel csúcstartónak számít a klub történetében. Amikor itt megálltam és láttam az ismerős arcokat, hiszen azt is lehet tudni, hogy a vírus helyzet miatt azért nagyon keveset találkoztunk a szurkolóinkkal is, úgy kellett játszani a mérkőzéseket, és öröm volt látni azokat az ismerős arcokat, akik ott szorítottak nekünk meccsről meccsre, és együtt éltek velünk, együtt lélegeztek, lehet azt mondani, és látni az arcukat, hogy milyen örömmel vesznek egy-egy darabot, akár a kapufából, akár a hálóból, és akár egy-egy széket visznek haza, mert nekik fontos az, hogy itt, ahol leélték ők is, és leszurkolták az életük egy jelentős részét, onnan egy gyerekét, egy valami kis, ami amikor ránéz és emlékezteti ezekre a mérkőzésekre, ezt elvigye. Úgyhogy örülök, hogy ilyen sokan kijöttek, örülök, hogy ennyien sokan fontosnak tartották azt, hogy innen elvigyenek egy darabot, és remélem, hogy ha az új stadion felépül, akkor ezek az emberek ugyanígy jönnek és ugyanígy szurkolnak majd nekünk. A szurkolók is örültek annak, hogy egy kis részt kaptak a stadionból. Én már 2004 óta járok meccsre, ugye idegenbe és hazaira is, és nekem alapvetően a plafonom és a szobám is úgy néz ki, hogy kizárólag Spali zászlók vannak, ugye kanyarból zászlók, stb. Én ezeket gyűjtöm, kifejezetten zászlókat is gyűjtöm, és én ennek örülök, mert széket és hálót is az megy fel a falamra, fel lesz fúrva. Nem lesz használva, hanem ki lesz rakva. Az új nyíregyházi stadion 2,5 év alatt készül el, ez alatt az idő alatt Balmazújvárosban játssza majd hazai meccseit a Spali.